Köszöntöm a nézőket, a 9 TV program ajánlóját látják. Nézzük, mi mindennel várják a kultúra kedvelőket a következő két hétben. Ki volt Szabó Magda író, költő, feleség? Erre a kérdésre a választ a Kettős Pont Színház előadásából kaphatják meg. A József Attila lakótelepi közösségi házban, görög táncházba várják önöket a Midrosz együttessel, a Dési Huber István művelődési házban pedig a legkisebbeket várják egy színházi előadásra, valamint folytatódik, illetve még tart a Mester Galériában a Lövei Klára gimnázium diákjainak a kiállítása. Nézzük is a részleteket. A Mester Galériában Test és Lélek címmel látható a Lővei gimnázium diákjainak kiállítása április 20-áig. A Lővei Klára gimnázium rajztagozatos diákjai a test és lélek témakörének kérdéseit feszegetik alkotásaikban. A kiállítás anyagában anatómiai tanulmányok, a test fragmentumai, portrék és önarcképek, enteriőrök, valamint a fauvizmus tanulmányozva színek, formák, hangulatok jelennek meg. A médiatagozat válogatott fotókkal szerepel a tárlaton. A Kettős Pont Színház és Spirituális Ügynökség színpadán látható Szabó Magda Agyigó április 19-én délután 3 órától. Ki volt Szabó Magda? Író, költő, feleség, ember volt, mint bárki más. Küzdött, félt, harcolt, szeretett. Kimondta azt, amit mások nem mertek, vagy nem tehettek. Életét végig kísérte a bizonytalanság. Támaszként, lelkitársként állt mellette férje, Szobotka Tibor, író, műfordító. Az előadás átöleli a teljes életművet. Az első rész a gyermekkorról, a második a szerelemről és annak elvesztéséről szól. Nagyváradi Erzsébet érzelmekben gazdag, drámai erejű alakítása és Vasicsek János zenéje és különleges hangja szinte misztikus erővel idézik meg a maga teljes emberi valóságában Szabó Magdát. Április 20-án a Nemzeti Színházban a MITEM keretein belül látható triptikon az eltűnt ajtó, az elveszett szoba és a rejtett padló. Az előadás szereplői kijárat nélküli terekben bolyonganak. Egy ideált keresve indultak útnak, telve álmokkal, reménnyel. Ám eltévedtek, és most rejtelmes, kísérteties labirintusban kerengenek körbe-körbe. A szereplők a valóság és a képzelet határán élnek, a természet erői vezérlik őket bizonytalan sorsuk felé. A trilógia részei különböző helyszíneken játszódnak, filmdíszletre emlékeztető környezetben. Az eltűnt ajtó helyszíne egy szoba, illetve folyosó tele ajtókkal, amelyek egyik sem nyílik. Az elveszett szoba cselekménye egy hajó kajütben játszódik, és a szereplők belső világára összpontosít. A rejtett padló pedig egy használaton kívüli étterem vendégterében játszódik, ahol természeti erők vették át az irányítást. Az epizódok közötti díszletváltást a nézők szeme láttára az előadás részeként zajlik, mintha élőben szerkesztett filmben lennének. A Dési Huber István művelődési házban Baba Színház várja a legkisebbeket. Kabóca Bábszínház Szirmok című előadását láthatják 23-án délelőtt 10 órától. Két kicsi kertész nevelgeti csodákat rejtő virágát, miközben közös céljuk, hogy a virág kinyíljon és minél nagyobbra nőjön, mégis elkerülhetetlen köztük a civódás. Rá kell jönniük, hogy egymás ugratása semmi jóra nem vezet, és egy-egy apró szeretetteljes mozdulat vagy közösen megszólaltatott dallam segíthet abban, hogy a csoda beteljesüljön. A József Attila lakótelepi közösségi házban görög táncháza Midrosz együttessel, ez várja önöket április 22-én, szombaton este 6 órától. A Ferencvárosi Görög Nemzetiségi Önkormányzat és a Midrosz Zenekar táncházban senki nem marad ülve, nem lehet kifogás, hogy nem tudsz táncolni, ugyanis a 4 órás zenés esten megtanítanak, utána pedig tiéd a parket, ha felkészültél, igazi pezsgő görög táncház vár, ne maradj le semmiképpen. A Pince Színházban április 20-án este 7 órától a Hitler Abbát énekel című előadást láthatják. Óhorváth Sári Hitler Abbát énekel című darabjában egy Isten háta mögötti elhagyott kastélyban Adolf Hitler, Angela Merkel, az Abba barnahajú énekesnője és két kemény vonalas, fajfenntartó német nő beszélgetnek. A szövegből készülő előadás, melynek pikantériája, hogy az író egymaga, a darab rendezője is, a II. Világháborús millió már-már abszurd magasságokba emelkedő, félfi fiktív mozzanatait és jelenkorunk két meghatározó egyéniségének önmagukkal vívott csatáit egyszerre láttatja. Teszi mindezt úgy, hogy végig nagyon emberközeli marad, és a húsba vágó kérdéseket is igyekszik derűvel ellensúlyozni.
Szintén a Pince Színházban Élet ritmusra április 24-én délután 5 órától látható. Egy francia fiú, Adrien Lepage mindennapjaiban nyerünk bepillantást, a mániákusan doboló kamasz azonban egyre több titkot, élményt és emléket árul el nekünk. Furcsa világ tárul elénk, mely egyszerre irigylésre méltó és lehengerlő, de ad némi okot az aggodalomra is. Talán Adrien mégsem olyan átlagos. A kalandok, a csalódások, a megpróbáltatások ugyanúgy részesei az ő életének is, mint bármelyik másik kamasznak. Akkor mégis mitől lehet ez a fiú más, mint a többiek? Hol tart most az életében, mi a múltja és mik a tervei? Többek között ezekre a kérdésekre is választ kapunk a megrendítő, ám mégis felettébb humoros monodráma során. A 9 TV programajánlóját látták, újabb lehetőségekkel 2 hét múlva jelentkezünk, viszontlátásra!